Mindenki Vácrátóti arborétumként ismeri, de az igazság az, hogy ez sosem volt arborétum, mindig is botanikus kert volt. Ennek részleteiben most nem megyünk bele, mert egy egész podgyászadást megtöltene. A lényeg az, hogy sikerült elkapnunk még itt a cseresznyefa virágzást, úgyhogy ezt meg is mutatjuk a podgyász nézőinek, de az adás első felében még tudják, ott folytatjuk, ahol a múlt héten abba hagytuk, szarvas gombát keresünk szálkával, abból aztán egy nagyon finom egytál ételt készítünk, pezsgőt is kóstolunk. Ez az adás első fele, aztán a másodikban jöhet mindenféle cseresznyefa a virágzásával együtt. Tartsanak ma is velünk! A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. They all say a dream is true, it is the conscious speaking through. Múlt héten Pécs környékén és a Mecsekben jártunk, például egy olyan újra nyitott reptéren, ahová maga II. János Pál pápa is leszállt annak idején. A tavaszodó mecseki fák között aztán megettünk minden ehető növényt biobiával, még a nyers csalánt is, és persze millió dolgot megkóstoltunk a most épp szezonját tartó medvehagymából. Ezután a Villányi-hegységben Palkonyán folytattuk túránkat, különleges hangtálterápián jártunk egy borospincében, amivel totális nyugalom szállt a podgyász teljes csapatára. Sőt, megismerkedtünk két tündéri kutyával, Szálkával és Cselével, akiket gazdájuk szarvasgomba keresésre idomított. Alkonya Villánytól pár kilométerre fekszik, nem olyan hangos talán a turistáktól, mint jól ismert testvére, de nekünk a szívünk csücske a podgyásszal. Imádjuk például a pince sorát, ami a falu határában húzódik. Errefelé is érik a szőlő, jó borok és pezsgők készülnek belőle, sőt az itteni meszes talajt a szarvasgomba is kedveli. Triflász Balázzsal és Szálkával megyünk is keresni. Bár rizikós a dolog, mert éppen két szezon határán vagyunk. Ez egész szép lett. Ja, nagyon ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Szezon végén ez a nagyság, ez abszolút jellemző, tehát ez egy használható méretű gomba. Most mit csinálsz, hogy tréningezed most arra, hogy a szarvas gombát keresse? Hát most csak így előre tisztázom vele, hogy egy jó virsli a jutalma. Csak Szálka fejét és Balázs kezét figyeljék, szinte észrevétlen a dolog, de minden megtalált gomba után jön a kutya a jutalom apróra vágott virsliért. Addig nem keres tovább. Egy gomba, egy juti falat. Így megy ez. Tiszta sár már a nyelved. Egy ilyen kis kapa, ezzel föl lehetem. Látom is. Látod is? Uh-huh. Hol látod? Az a sötétebb? Aha. Fekete. Az elején úgy volt, az elején gyakorlatilag a saját játékát bepáccoltam szarvasgomba illatba. Tényleg? Igen, meg van egy szintetikus U-vitaminnak nevezett szer, és annak meglehetősen hasonlít erre az igazi mesterséges aromás szarvasgomba illatra az illata, és akkor azt raktam bele egy ilyen kis műanyag játékba. Na, találtál valamit? Barpára rászórtam, és akkor először dobáltam, utána meg elástam, és hát az a következő lépés, amikor meg föld alól is elő tudja keremteni. A téli szarvasgomba maradékaiból szépen talál a kutya. Ez a tevékenység egyébként vizsgákhoz kötött, embernek, állatnak. Hivatalos engedély kell a gyűjtéshez, arról rendszeres naplót kell vezetni. A szarvasgombát igazából fűszerként használjuk, manapság újra reneszánszát éli nálunk is. Egész egyszerűen ez újra fel lett fedezve, ez ugye régen az átkosban ez nálunk egy ilyen kvázi tiltott történet volt, ami nyilván nem a munkásosztálynak a mindennapi
betevője volt, viszont Magyarország mindig is jó volt ebben a szarvasgombán, vadászatban, meg termelésben. A második világháború előtt így vannak ilyen bevásárlólisták, belekerültek ilyen szarvasgombász könyvekbe is akár, és ott rendszeresen említik, hogy piacon akkor nézzél a csirke mellé egy kis szarvasgombát is, tehát hogy ez abszolút nem volt nálunk, mondom, ismeretlen. Karalábé levegőt fogsz fogyasztani szinte, tehát nem lesz olyan, mint egy ilyen buborék, olyan textúrája lesz neki. Szarvasgombánk már van, megkeressük vele Pauli Zoli séfet, aki itt él a faluban és nagyon kreatívan készíti ételeit. Ő is gyakran rak az asztalra szarvasgombát, ha hozzájut. Szóval ezt a szálka kutya gyűjtötte nekünk, tessék. Oh. Nézd meg. Tök jó. Kicsit meg kell tisztítsuk. A környékben, hogy valamit tudsz hozzá kitalálni, valami egyszerű, de mégis ilyen, az a kis kellemes tavaszi naphoz illő ételt? Abszolút, ugye illata is iszonyat jó. Ugye mindenki fűszerként használja, meg úgy is lehet használni, mert ugye a hőre nagyon illékony, és elmegy az aromája. De arra gondoltam, hogy gyerekkorunk kedvence a karalábé. Nagyon finom az íze nyersen is, meg hogyha megfelelően van elkészítve, akkor főzve is. És ugye most úgy fogjuk ezt egy levest, vagy egy főzelék, inkább nevezzük így, egy főzeléket fogunk belőle készíteni, amelyet szarvasgombával fogunk ízesíteni, és benne fog szerepelni ebbe az ételbe a karalábé szinte nyers állagban is. Hozzá fogunk tenni egy kis savas ízvilágot, én nagyon szeretem, itt a Villányi hegyen van egy kecskefarm, és akkor onnan vásárolok kecskesajtot, és a friss kecskesajt fog megjelenni benne, egy kis kipirított házi szalonnapörce, és ezzel a kis brönázra vágott karalábéval. Amíg a különleges szifonos karalábé főzelékünk készül, kóstoljunk meg egy a környék szőlőjéből készült pezsgőt. Tetszik a jelenség, hogy a podgyásszal egyre több olyan nőt ismerünk meg, akik pezsgőket is készítenek. Hol kezdenéd a pezsgő értését egy nagyon laikus emberrel? Hát onnan kezdeném, hogy a pezsgő az egy speciális bor, tehát mindenek előtt, ja, és szőlőből készül. Kezdjük onnan. Először készítünk egy úgynevezett alapbort, speciális paraméterekkel, azt nem szeretnéd meginni, és utána ezt a speciális bort beletöltjük a palackokba, és ezekben a palackokban újra erjed, és utána éveken keresztül érleljük, és akkor utána kész a pezsgő. És mitől lesz szénsav benne? A második erjedéstől, mert az erjedés közben szénsav keletkezik, és ez a szénsav, ez bele van, lezárjuk a palackokban, és ott marad. És mitől szeretjük most újra ennyire? Mitől lett ez ilyen nagy divat? Hát először is én azt gondolom rettentően elegáns. Jellemzően a pezsgőnek alacsonyabb az alkoholtartalma. A pezsgő az az igazi boldog bor, vagy nagyon sokat nevetünk, mikor pezsgőt fogyasztunk, és akár egy-két pohár pezsgőtől is megkapjuk ezt a vidám boldog pillanatot. Magában is tudjuk fogyasztani, de akár ételekkel együtt párosítva tökéletes kombinációt kapunk. Segíts nekem, hogy mit csinálsz most? Ez ugye egy főzelék, ki van habosítva, és ezáltal egy ilyen karalábé levegőt fogsz fogyasztani szinte, tehát nem lesz olyan, mint egy ilyen buborék, olyan textúrája lesz neki. Ez az a karalábé, amit mi vagdostunk korábban. És kicsit átlényegült egy ilyen teljesen UFO, jó, az illatán textúrává, és akkor ezt még megfűszerezzük a kis szarvasgombával. Élvezzük még kicsit Palkonya finom ízeit, kellemesen lassú világát. Aztán az adásunk további részében Vácrátóton és környékén folytatjuk a felfedezni valókat.
Ez eszméletlen. Ugye? De szépek! Déli bolyongásaink után megérkezünk az ország északi részére, Budapest felett úgy 40 kilométerre Vác irányában járunk, egész pontosan Vácrátóton a Nemzeti Botanikus Kertben. A díszcseresznyét nevezik ők szakura fának, ez egy gyűjtő név, és ebben rengeteg változat van. Most jelenleg olyan 150-200 változatról tudunk. Pompás tavaszi napon érkezünk meg ide a kertbe, ezerrel éled a természet. Virágzanak a tulipánok, pompásak a cseresznyefák is. Bárány Tibor ez utóbbinak, ennek a csodálatos virágot hozó fának nagy szakértője itt a kertben. Most jött haza Japánból, ahol szintén éppen ünnepségeket, úgynevezett hanamit tartanak a fa tiszteletére. A japánoknak nagyon fontosak a szimbólumok, és a szakura, a virágzat az nem él tovább, mint egy pár hétnél. Japánban például ekkor váltanak ugye sokszor munkahelyet az emberek, ekkor kezdődik az új tanév is Japánban az iskolákban, tehát nagyon sok minden hozzá kapcsolódik, különösen úgymond az elmúlás, a halandóság. És ekkor a japánok kimennek a parkokba, kiviszik magukkal a pokrócot, leterítik, és szakét visznek magukkal, süteményeket. A japán cseresznyefa virágzás olyan szent dolog ott a szigetországban, hogy ilyenkor még egy csomó munkahelyen szabadságot is adnak az embereknek. Képzeljük ezt el, hogy Magyarországon valaki bemenne a munkahelyre és azt mondaná, hogy főnök, ma egy szabad napot kérek, ugyanis a cukkini pont most virágzik, nem tudok bejönni dolgozni, élvezni szeretném ezt a csodálatos látványt. Ezt az adást mi már úgy 3 hete felvettük a kertben, szóval, ha valaki a podgyász nézői közül ezt látva most indul útnak ide, valószínű más virágok pompázásában fog gyönyörködni. A szakurára visszatérve ez a fa egész jól érzi magát nálunk is a hasonló éghajlati körülmények miatt. A virágzó cseresznyefa ünneplése Japánban már sok-sok emberöltővel ezelőtt kezdődött. Ez a kultusz több mint 1000 évre nyúlik vissza, japán szilvával, japán barackkal kezdődött, és aztán szépen fokozatosan átvették a szakurát. Először ugye az arisztokrácia kezdte ezt ünnepelni, nyilván császári udvaron belül, és aztán fokozatosan az átment a japán nép felé. Júdásfa. Szép, nem? A Vácrátóti Botanikus Kert elődjét, egy kisebb kertet már az 1842-es katonai térképek is mutatják. Később Vigyázó Sándor gróf veszi meg a területet. Annak idején a Vigyázó gróf a Jámbor Vilmossal, a kornak a legnagyobb kerttervezőjével terveztette meg, és az alapján 50 éven keresztül alakította át egy szentimentális tájképi kerti 1871 és 1921 között. Ma is ez adja meg alapvetően az alapszerkezetét a kertnek és a tájképi jellegét. Érdemes tudni, hogy itt egy darab kő nem volt eredetileg, tehát az összes nagyméretű sziklát, amiből itt több ezer darab van tényleg, ezeket egyesével szekereken hozták ide a Nassairól, meg még egy másik környéken lévő kőbányából. Ez az ország leggazdagabb tudományos élő növénygyűjteménye. Tény, hogy az Alföld tetején vagyunk, az Alföld legészakibb részén vagyunk, és ráadásul eső árnyékban is. Tehát a csapadék az kétségkívül itt meglehetősen szerény, már-már ilyen
félsivatagi mennyiségű csapadékos éveink is vannak, meg voltak is. Viszont keresztül folyik a területen a Szőrdrákosi patak. És nagyon sok ilyen kertet valamilyen élővízre társítottak. A Podgyász szállása ezúttal a természet kellős közepén van, nem messze a Dunától. Hatalmas sziklák, fagyökerek között, sőt, az is nagyon szimpatikus, ahogy a régi vasúti talpfákat beépítették itt télelválasztónak több helyre. Ezek a fagyökerek gyakorlatilag a Dunából lettek kihalászva, kicsit itt helyrehoztuk őket, és ezekkel díszítettük itt a területet. És ebben a nagyon 21. századi öko meg green gondolkodásban mit valósítottatok meg belőle itt? Ugye ez egy külterület, tehát ez messze van minden civilizációtól, kútvízzel üzemel a teljes terület. A szennyvíz az egy biológiai lebomlás útján lehet elszikkasztani, tehát ezek mind alternatív megoldások, egyedül az áram az, ami ide van hozva. Kész! Ahogy nézelődünk körbe, beugrik, hogy a környék milyen ideális a nagyvárosokból érkezőknek. Kicsit nomád körülmények között lehet itt létezni, akár fát hasogatni, bográcsozni, de azért sok mindent alánk is pakolnak, amitől megkapjuk a kényelem érzését. Ahogy a kanyargós utakon fejvünk, a hátul mögé kerül a Duna, előttünk pedig a Börzsönyt lehet látni, és gyakorlatilag egy falut, egy házat se semmit nem lehet látni, csak az erdők és a természet, ami itt körbevesz minket. Verőcén belül van egy rész, amit Magyar kútnak hívnak, és a Magyar kútnak egy kieső külterületi részén vagyunk. A közelbe a Börzsöny és Cserhát kapujába tartunk egy csodaszép völgyön át, errefelé áll a Naszály-hegy is. Ott a Naszály, ott van a Hangyavasútnak az alagútja. Egy arasznyi a sinek távolsága, mondjuk kb. 20 centi lehet? Nagyon kis cuki, tényleg egy igazi hangyavasút. Nem is vitás, az aprócska vasutat itt Katalin pusztán nagyon imádják a kis hangyák, azaz a gyerekek. De mi is eléggé bírtuk a körbe-körbe furikázást rajta idegen vezetőnkkel, Attillával. Később találkozunk magával a hangyával is, ami az itteni tanösvény szimbóluma. Hát szevasz, te egyáltalán nem félsz, te nagyon kíváncsi vagy. Figyelem, Pest vármegye, ez itt a Lósi patak. Nógrád vármegye. Szendehely Katalin pusztán vagyunk a Gyadai tanösvényen, ami a turistautaknak és a tanösvényeknek a találkozó helye, megyehatár is természetesen, és egy kiváló helyszín ahhoz, hogy átlépjünk a civilizációból a természetbe. Miért hangya? Aki idejön, annak az a célja, hogy egy hangyán, egy hangyaszorgalommal próbálj meg megismerni a környezetét, és gondoskodjon arról, hogy a jövőt azt tényleg az unokáinktól kapjuk kölcsön. Pictures in my head.
Mi most autóval picit meggyorsítjuk a forgatást, egyébként az itteni tanösvény gyalogosan járható be, és kb. 5 km hosszú. Itt vagyunk az óriások pihenőinél, látszik is, hogy milyen hatalmas nagy asztalok vannak, és a hangya után gigászoknak érezhetjük magunkat, emellett az ülő alkalmatosság mellett szalonnasütőhelyjel, tanösvénnyel, és innen megyünk a Naszály oldalába, amely Natura 2000 védettséget is élvez. Úristen, de gyönyörű ez a sok sárga kankalin itt. Igazi tavasz van. Mögöttünk a Naszály, mert felmenni muszáj. Ez a hegynek a gerince, amit nagyon szépen látható innen, és az a jó benne, hogy tájsebb nincsen. Az csak a Duna felől van benne a horizontban, így pedig egy érintetlen ősvadonnak tűnik ez az oldal. Ezt úgy hívják, hogy Vaskapu. És régen itt öntötték le a meddőhányót, amikor a Naszálynak a bányászása kezdődött, és hát az egész hegynek a csúcsát, a kúpját úgymond leharapta a mészkőbányászat. Magyarország egyik leghosszabb erdei függőhídján vagyunk, ami látod, hogy micsoda mély völgyet ível át. Nem is gondolná az ember, hogy a Cserhát lankáján és a Naszály lábánál ilyen terepalakulatok és ilyen szintkülönbségek lehetnek egy völgytalp és egy dombhát között. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Erről a kellemes függőhídról búcsúzunk a Poggyásszal. Attila közben rázza, hogy a műsorvezető még inkább instabilnak érezze magát. Hogyha esetleg a Poggyász nézői függővé váltak volna ettől az adásunktól, vagy a Poggyász más adásaiktól, akkor azt vissza tudják nézni a TV2 Play oldalán, a mi YouTube oldalunkon, Facebookon, Instagramon is vannak friss információk. Jövő héten újra jövünk, gyönyörű az idő, szép tavasz van, lehet menni a természetbe, mindenki kiránduljon. Viszlát! Elég most már, Atti!